Oké, a szavazunk fejlesztés részpályázatása emellette ellene tartózkodott egy hangulat. Megtartotta tisztújító közgyűlését, vidékünk turisztikai vállalkozásait és az ágazatban tevékenykedőket összefogó Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács. Mester András, a KMTT elnöke beszámolójában az elmúlt két év eredményeit ismertette. Felszólalásában kiemelte, nem volt könnyű időszak ez a turizmussal foglalkozók számára, de mindent megtesznek azért, hogy az ágazat megmaradjon és fejlődjön Kárpátalján. Felteszem a kérdést, ez a legfontosabb kérdés ezen a közgyűlésen, hogy ki támogatja, az kész felemelésre kérem jelezze. Köszönöm szépen! A szavazás során a tagok egyöntetűen Mester Andrásnak szavaztak bizalmat az elkövetkezendő két évre. A turisztikai tanácsnak én úgy gondolom, hogy folytatnia kell a megkezdett munkát, építkeznünk kell, kiadványokat kell létrehoznunk, olyan kiadványokat, amelyek segítik a Kárpátalján turizmussal foglalkozók életét, illetve azokat, akik hozzánk jönnek, azoknak az eligazodását a kárpátaljai turisztikai életben. Képzéseket kell szerveznünk, rendezvényeket, ennek minden a feltétele a béke. Úgy gondolom, hogy a szakmai alap az megvan, az elnökség továbbra is dolgozni szeretne, és reméljük, hogy a Jóisten is úgy akarja, és tovább tudjuk a munkát végezni Kárpátalján. A közgyűlés során a tagsága jelenkor kihívásaira reagálva számos személyi és strukturális változást hagyott jóvá. Gyakorlatilag igazodtunk a mostani közigazgatási berendezkedéshez. Eddig járási felosztás volt az elnökségben, most már régiókra osztottuk fel. Verekszászi, Ungvári, Munkácsi, Felső-Tisza-vidéki és Szőlősi régiókra. Ugye úgy gondoljuk, hogy azért, hogy attól még, hogy nagy járások jöttek létre, attól még ezek a régiók megmaradtak, és a képviselni kell minden régiót az elnökségen belül. Bizottságon belül három új bizottság jött létre, az egyik a Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottság, a második az a Művészeti Bizottság, illetve létrejött egy kutatásért, turisztikai kutatásokért felelős bizottság is. Nagyon sok tudományos fokozattal rendelkező személy dolgozik nálunk a turisztikai tanácson belül, és különböző kiadványokat is szerkesztünk, illetve képzéseket szervezünk, de kell, hogy legyen egy ember, aki csak ezért felelős, és összefogja a többieknek a munkáját. A nehéz időszak ellenére a turisztikai vállalkozások és az ágazatban foglalkoztatottak szakmai fejlődése töretlen, elkötelezettségük megingathatatlan, és bizakodva néznek a békés jövő felé.